Január második fele a halaknak. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív események. Na, mit mondanak a mindennapi boszorkányok? Hármas, és rögtön érnik. Rögtön pénz. A hármas az még nem nagy pénz, viszont nagyon jó ez a kártya, például. Tanulásra, például vizsgázásra, és ez az időszak erről szól. Ez a kártya nagyon jó kreatív munkára, vagy hárman összefogni, valamibe belevágni. Tehát sikeres lesz. És egyébként a január vége nagyon jó a kezdésre, mert több bolygó is kilép a retrográd állapotból, és nagy változás, jaj de jó, és pozitívumot nézünk, nagy árkánum, a halál. A régi ajtó becsukódik, és ki fog nyílni, itt a régi ajtó, és ki fog nyílni egy új ajtó, egy új lehetőség, új élet kezdődhet, drasztikus változás lehet én nagyon szeretem ezt a kártyát, a kedvenc kártyám. Ez maga az újjászületés. Az új, az jobb lesz. A régit lezárjuk, és valami újba belevágunk. Király. És érmék, megint pénzenergia. Tehát házhoz jön a pénz. Lesznek anyagi lehetőségek lesz szponzorálás, lesz valamilyen kifizetés, jöhet egy nagyon jó tanács, ez a személy adhat egy nagyon jó tanácsot nekünk. Ő lehet akár egy bankár például. Nagyon gyakran ez a személy vagy bak, vagy bika, vagy szűz. Utazás, utazás, valami gyorsan be tud következni. Jöhet egy nagyon jó lehetőség, egy nagyon jó anyagi lehetőség. Tehát itt, ha azt mondtam, ez még kicsi pénz, a király, az érmék királya, ez már nagy pénz. Tehát új, itt jön az új lehetőség, ez a kártya, ez ad új lehetőséget, meg kell ragadni ezeket a lehetőségeket. Tehát amiben belevágunk energikusan, mert ez tűz energia, az sikeres lesz. Pénz áll a házhoz egyszerűen, és erő. Jaj, de jó, bátrak lesztek, erősek lesztek. Ez a kártya mindig azt üzeni, hogy erősebb vagy, mint azt gondolod. Félni nem szabad. Nincs is mitől. Tehát nem szabad félni a változásoktól mert ez karmikus kártya, tehát ez a változás már nem tőlünk függ. A fenti erők ezt eldöntötték. Hagyni kell, változzon minden, csak bátran. Kérünk szépen még egy tanácsot, és megkaptuk a termékenységet. Termékeny talaj van a lábunk alatt. Érdemes belevágni, és érdemes változtatni jövedelmező lesz. Ez a kártya, ez maga az uralkodónő, nagyarkánom. Tehát ez maga a bőség, a termékenység, a szépség, a kreativitás. Például, ha valaki belevág mm, valamiben, ami, ami kreativitás, ami szépség, ami finomság, biztos, hogy sikere lesz. Kettő kártya is ezt bizonyítja. Ez maga a komfort nagyon fontos komfortos környezetben lenni, komfortos emberekkel legyünk. Ha valami nem komfortos, azt ott kell hagyni. Változtatni kell. Nem szabad félni, hiszen itt a bátorság kártyája. Nagyon tetszik nekem ez a pozitívum. Tehát jön a pénz, jön a bátorság, jön a jólét. A jólét. Lehet ez egy nagyon jó ajándék is. Negatívum. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Például ez a kártya, ez mutat gyermekeket. Pénzkiadás a gyermekekre. Idős embereket is mutathat. Nézzünk csak, még mi van itt kilences, meg kell védeni magunkat, meg kell védeni az álláspontunkat. Érmék, meg kell védeni a pénzünket. Például, ha jönnek pénzt kérni tőlünk kölcsön, akkor nem érdemes adni, mert nem kapjuk vissza a pénzünket. Pont most dél van harangoznak, ez szerencsét jelent tízes. Túl sok terhet cipelünk egyszerre. Túl sok mindet vállalunk magunkra. Esetleg másoknak a terhét is mi cipeljük. Akár ez lehet a munkahelyen, mások helyet is dolgozunk. Itt vannak az érmék, a tízes fölött, tehát lehet olyan is, hogy túl sok hitelt veszünk fel, és egyszerűen ez már teher lesz nekünk erre oda kell figyelni. Kilences, valaki meg akarja akadályozni a boldogságunkat? Ilyen is lehet. Kettő darab kilences. A botok és a kejhek. A tűz és a víz kettő darab ellentét. És még egy kilencest kaptunk. Ez viszont nagy arkánom, ez viszont maga a remete. Ez a kártya mutathat titkot. A háttérben valami történik, valamit nem mondanak el, valamit eltitkolnak tőlünk. Jó. A kilencesek egyébként az maga, maga a befejeződés, valamit elérünk. Valamilyen olyan pont, ami után már élvezhetjük az életünket. Tehát itt, ha valamit meg kell védeni, valaki meg akarja akadályozni a boldogságunkat. Tehát ezt, ha sikerül megvédeni, akkor jön a jólét. Ezt a titkot, ha sikerül megtudni, megoldani, akkor megint csak. Jön a jólét, mert a 9-es után ott viszont jön a 10-es, a 10 az viszont a szerencse A szerencse, kérünk szépen még egyet, nos, kaptunk egy lovagot. Ez a lovag valakinek szerelmet mutat. Negatívumot nézünk, nem kell hinni ennek a lovagnak. Főleg, ha üzletről van szó, vízenergia, rák, halak, skorpió. Nagyon szeret ígérni ez a lovak. Szépen tud beszélni, de nem tartja a szavát. Jó, Üzletet kötni ilyen lovaggal kimondottan nem érdemes. Nem megbízható. Kérünk szépen még egy tanácsot. Királynő, királynő, volt egy királyunk, igen, itt a király, az érmik királya, itt viszont az érmik királynője, itt a pár, valaki meg fogja találni élete párját, ilyen is lehet. Valaki meg fogja találni azt a bizonyos embert, akivel nagyon jó üzletet tud kötni. Ilyen is lehet. Érdemes belevágni ezekbe a dolgokba, amik fognak adódni, mert pénz áll a házhoz. Ezt nem szabad elfelejteni. És egy ilyen királynő nagyon jó tanácsot adhat. Nagyon-nagyon jó tanácsot adhat. Földi jegyű, ahogy itt mondtam. Tehát bika, bak, szűz. Ezekre oda kell figyelni. És ha van egy alkalom, akkor cselekedni kell. Pénzszerzési lehetőség. Jó? Tehát itt a bátorság. Bátran. Nem szabad félni ezektől a változásoktól. Ez olyan, mint a főnixmadár. madár. Újjá születni. Ez olyan, mint amikor a hernyóból megszületik a pillangó. Az új, az jobb lesz. Az csodálatosabb lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.